A kőbányai Bring Arena létrehozásának kulcsembere Eisenkrammer Károly, a város sportéletének jól ismert egyénisége, aki az összefogás és éveken át tartó kemény munka eredményéről a következőket mondta el. Gondolkoztam, hogy milyen beszéddel készüljek, és rájöttem, hogy nem tudok. Nem tudok beszélni erről a csarnokról, meg az egész, ami körülött volt, mert hogy valószínűleg estig itt ülnénk, hogyha mindent, ami bennem van, el szeretnék mondani. Onnantól kezdve, hogy a kerékpársport milyen óriási, milyen régóta vágyik arra, hogy egyszer egy fedett csarnoka legyen, ahol biztonságban tudnak száraz körülmények között, melegben akár nem még, de talán az is eljön, szóval biztonságos körülmények között tudnak pályán sportolni. Éppen madotta fel a Facebook, itt Takács Gyula egyik posztja volt, amit megláttam, hogy 97 évvel ezelőtt volt az a perc, amikor utoljára Budapesten átadtak egy kerékpáros fapályát, az nem volt fedett, de fapája volt, és ugye a legenda úgy szól, hogy a kerékpáros világbajnokságra szerették, hogy ott legyen, de mivel az a millenáris cementpályán valósult meg, ezért a tulajdonos a dühében felgyújtotta. Mi szeretnénk, hogyha ez a mostani fapálya ezennél sokkal-sokkal hosszabb ideig fennmaradna, hiszen rengeteget dolgoztunk vele. Nagyjából 4 évvel ezelőtt, 4 éve és néhány hónapja fogant meg az a gondot a Kerékpárszövetségben, hogy van valamennyi pénz a kasszában, valami infrastruktúra fejlesztésre. Pont annyi pénz, amiből egy ilyen fapályát meg lehet vásárolni. De mi a csodát kezdjen a Kerékpárszövetség egy ilyen fapályával, hova tetszi be, melyik raktárba, élire állítva a falemezeket? Felállítva teljesen esélytelen volt, hiszen hova lehet felállítani? Hol van ekkora csarnok Magyarországon, Budapesten? És akkor tettem félre minden Tour de Hongrie és egyéb más céges ügyemet, és hónapokon keresztül kerestünk a városban alkalmas csarnokot, ahol be lehet legalább ideiglenesen rakni egy ilyen kerékpáros pályát. Egészen megdöbbentő volt, hogy nincs, nem találtunk ilyet. Ha volt is, volt kifogás, hogy ez használja, az bérli, vagy annyira drága volt, vagy annyira városon kívül volt, hogy föl sem merült, hogy el lehetett volna használni. És akkor jött a legkézenfekvőbb megoldás, Kőbánya. Ugye ott egyébként is a cégünk üzemel, ezen a telken, egy másfél hektáros telek, és akkor fogtunk bele abba, hogy Szegély Gábor tervező, akinek itt vannak egy nagyon szép tablója, amit az előbb kaptam tőle, megpróbáltuk rávarázsolni a pályát erre a telekre. Azért áll ennyire csálén és ferdén, és nem a utca párhuzamosan, mert így lehetett átlósan rárakni a telekre, és onnantól indult el nagyon-nagyon hosszú, 3 éven keresztül tartó folyamat, az engedélyezési járás, a tervezés, az ötletelés, a jobbítás, a kőbányai önkormányzattal, a tervezőkkel és sok mindenki mással, míg végül egyszer csak másfél évvel ezelőtt rákerült a pecsét, az engedélyről meg lehet építeni. Csak hogy sok minden történt az időben, közben szelek fújtak, jöttek minisztériumok, mentek, közben volt egy választás, és az addigi pénz, amit láttunk, ami közben kibővült a Kerékpárszövetség pénze, az sajnos jóval kevesebb lett, és itt álltunk fejvakarva, másfél évvel ezelőtt májusban egy sajtótájékoztatón, hogy meg lesz a pénz és hajrá, de aztán kiderült, hogy azért sokkal nehezebb a feladat. Akkor jött Révész Máriusz, aki rengeteget segített abban, hogy lényegében a pénznek a másik felét előteremtette, és néhány hónappal később pár hónapos csúszással bár, de tavaly novemberben az első kapavágás is megtörtént. És innen indul a képek, a fotó, amik ki vannak helyezve a tablóra, ott meg lehet már nézni, hogy az első kapavágástól, amikor kiásták az aluljáró gödrét, onnantól hogyan, milyen lépéseken keresztül tudunk el odáig, hogy körbe lehet tekerni a pályán. És úgy lehet körbe tekerni a pályán, egy olyan pályán, ami egyébként akár világbajnokságra, mert az 250-esnek kéne lennie, de egy EB-re már alkalmas, hiszen ezelőtt néhány hónappal Münchenben volt egy EB. Ugyanaz a cég, az a német Velotrek, aki ezt a fapályát fölépítette, ugyanők építették Münchenben a kerékpáros EB-nek a pályáját, 3 hét alatt fölépítik, lement a verseny, majd elbontották és bevitték a raktárba, a miénk az itt marad szerencsére sokáig. Tehát, hogy ugyanaz a cég építette ezt a pályát, aki
aki akár egy EB-t pályát is tud építeni. Szóval ez egy világszínvonalú pálya, biztonsági berendezésekkel, kordonon és minden mással. Szóval az a pálya 200 méter hosszú, és talán sejtitek, hogy sokan vannak köztetek, hogy kb. Mennyi idő ezen a pályán körbetekerni, de sokan tudjuk, hogy kerékpárra lehet menni 30-40-nel, néhányan 50-nel is tekernek. Szalontai Sanyi barátunk, a Kőbánya Cycling Team versenyzője Magyarországon először ment 10 másodperc alatti kört. Ezelőtt 20-30 évvel ez elképzelhetetlen volt. Volt egy Lutz Heslik, aki talán 90-es években ment először 10 másodperc alatt, aztán sokáig senki. És most ott tartunk, hogy Magyarországon egy magyar sprinter 10 másodperc alatt megy edzésen ezen a pályán. Szóval olyan lehetőségek nyílnak itt a kerékpársport előtt, amilyek soha nem voltak, és olyan lehetőség nyílik a közlekedésbiztonság fejlesztése előtt, ami korábban sem volt ilyen kerete. Maga a csarnok belseje, a küzdőtér alkalmas lesz arra, hogy itt állandó otthon találjon a bringasúli programunk, ahol lehessen állandóan iskolákat, gyerekeket fogadni és megtanítani, biztonsággal, gyakorlatban közlekedni a gyerkőcöket, illetve tartani olyan pedagógus továbbképzéseket, hogy a tanárok is megtanulják élőben, hogy hogyan lehet gyerekekkel gyakorlatban megtanulni, kerékpárt tanítani. Egy olyan helyen, ahol látják a pályát, a kerékpározást, azt mondhatjuk, hogy a Fellegvárában tudják ezt megtenni, zárt, biztonságos, esőmentes környezetben. Ez a csarnok, a Bring Arena nem csak a kerékpáros pályának, hanem a bringasúli programnak is lesz otthona a következő években. Egy ilyen beruházással megesik, hogy külső körülmények miatt holtpontra jut. Nos, ezekben a helyzetekben sokat segített a Bring Arena programnak Révész Máriusz államtitkár is. Ő így értékelte a létesítményt. Elkészült Magyarországnak a nagy velodromja. Ez egy 200 méter hosszú fapálya, amit hallottuk, és nagyon-nagyon régóta vágytak erre az emberek. A millenáris velodromot 126,5 évvel ezelőtt, 1896. május 14-én avatták fel, akkor adták át. Ha Karcsiék még vártak volna 3 napot, akkor a fél év is pont kijött volna, úgyhogy így 126,5 év 3 nap hiány, amikor ez a velodrom elkészült, és azóta nagyon sokan gondolkoznak azon, hogy kellene egy kerékpáros fapálya, ami fedett Magyarországon. És hát tényleg az az igazság, hogy engem el kell mondjam, hogy Karcsiék, Karcsi Szilassi Laci annak idején csőbe húztak. És ez úgy történt, hogy elvittek engem Gentbe egy genti 6 napos versenyre, és azt mondták, hogy ezt nézzem meg, hogy ez milyen nagyszerű, és meg kellene teremteni ennek a feltételeit Magyarországon. És ezt követően készült is egy kormány előterjesztés. A kormány előterjesztésben szerepelt, hogy 3 kerékpáros pályát kéne építeni Magyarországon, egyet Kelet-Magyarországon, egyet Nyugat-Magyarországon, ez a 2 ez edzőpálya lenne, és Budapesten pedig kellene egy nagy velodromot építeni, ami akár olimpia vagy világbajnoki versenyek megrendezésére is alkalmas. A kormány ezt az előterjesztésünket elfogadta, elkezdtük tervezni az első kerékpáros edzőpályákat, és az első kerékpáros edzőpályánál is mindenféle pénzügyi támogatásokat kapott a Kerékpáros Szövetség. A Kerékpáros Szövetség helyet keresett, és több helyszín is szóba került, de az egyik helyszín az Kőbánya volt. Szilassi Laciék és Eisenkramer Károlyék akkor is résen voltak, és hogy biztosan meggyőzzék az illetékeseket, Kovács Robert polgármester urat is meghívták Gentbe egy 6 napos versenyre. Polgármester úrnak komoly családi emléke is származtak ebből az útból, a genti 6 napos versenyről, és innentől kezdve nem volt kérdés egyébként, hogy a kőbányai önkormányzat is ezzel a területtel a velodrom megépítése mellé állt. És miért fontos nekünk itt Kőbányán, meg miért fontos az országnak, hogy legyen egy ilyen verseny? Az országnak ilyen helyszín, az országnak ez egyértelműen fontos. A kerületünknek pedig azért fontos, mert nagyon jó leső érzés, ilyen pozitív beruházásokkal, olyan beruházásokkal erősíteni Kőbányát, amiből egy van Magyarországon. Ilyen velodrom nem, hogy Magyarországon egy van, hanem mivel a Bécsit is elbontották nem túlságosan rég, ilyen 6-700 kilométerre van a következő olyan pálya, ahol ilyen edzéseket lehet tartani. Úgyhogy nem csak a
magyarországi kerékpárosok fognak idejönni, hanem külföldről is reményeink szerint nagyon sokan erre fognak járni. Én nagyon-nagyon bízom abban, amit Eisenkrammer Károly mondott, hogy itt a közepe a csarnoknak nagyon sok egyéb célra is kihasználható lesz. Például a közlekedés biztonsági helyszínt lehet a gyerekek számára építeni. De abban is bízom, ezt láttuk Gentben is a pályán, hogy ezeken a pályákon bármilyen hihetetlen ott a meredek részen nem csak kerékpárversenyzők, hanem amatőrök is végig fognak tudni menni. Gentben azt láttuk, hogy különböző cégek időpontokat bérelnek a hasonló velodromon, és a cégek a munkavállalóiknak kikapcsolódásként azt biztosítják, hogy egy-egy órát biciklizhetnek ilyen versenyeken, ilyen helyszíneken. Úgyhogy én nagyon bízom, hogy a magyar cégek, a kerékpáros klub, különböző szövetségek ezt a lehetőséget észreveszik, és ki fogják használni, és ezzel hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy ne csak a versenyzőink kapjanak egy lehetőséget, hanem Magyarország is egy kicsit aktívabb legyen. Prinzinger Péter a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke. A szervezet volt az egyik fő finanszírozó. Az óriási potenciálról szeretnék valamit mondani, amit én ebben a létesítményben látok. Az egyik nyilvánvalóan a pályasport, a kerékpársport, az élsport számára, amiért ez fontos, hiszen végre vannak feltételek, vannak infrastruktúrális feltételek ahhoz, hogy a versenyzőink normális körülmények között edzhessenek és versenyezhessenek. A másik, amit én látok, amit potenciálként látok ebben, az nyilván a és polgármester úrnak külön köszönjük a támogatást, a város jó hozzáállását, a kerület jó hozzáállását ez a projekthez, hogy nagyon sok gyereket szeretnénk rávenni arra, hogy kerékpározzon, tehát ez a közlekedésbiztonsági képzés, a gyerekek alapkészségeinek, kerékpáros készségeinek a fejlesztése tekintetében vagy vonatkozásában, és végső soron a tehetségkutatás, ami aztán majd elvezet az utánpótlás neveléshez, a tehetségkutatás szempontjából is nagyon fontos. Ha valaki ránéz a térképre, akkor azt lehet látni, hogy ez a kerület és ez a létesítmény, ez Budapestnek a közlekedési hálózatán belül is jó helyen van. Az autópályák, illetve az M0-es körgyűrűnek köszönhetően gyakorlatilag egy-másfél óra alatt az ország bármely pontjáról, jó két óra alatt az ország bármely pontjáról elérhető. Tehát ilyen szempontból is nagyon szerencsés, hogy erre a helyre befogadta a kerület, és erre a helyre meg tudtuk ezt a létesítményt építeni. Előre is elnézést kérek mindannyiótoktól, mert most egy olyan dolgot fogok mondani, amit majdnem minden alkalommal elmondok, nevezetesen, hogy ahhoz, hogy a magyar kerékpársport haladjon, ahhoz, hogy egy ilyen létesítmény elkészülhessen, ahhoz nekünk, akik ebben az egészben ügyködünk, úgy kell működnünk, mint ahogy egy országúti kerékpáros mezőny működik. Ugye elindul 160-170 bringás a rajtban, és 100-150-200 kilométeren keresztül 45-50 kilométeres átlagsebességgel haladnak, úgy, hogy külön-külön egyik se lenne erre képes. Együtt, úgy, hogy valaki elől töri a szelet, a többiek addig a szélárnyékban készülnek, vagy utaznak, aztán frissítenek, aztán cserélnek. Tehát ebben a nagyon bonyolult, nagyon-nagyon finom együttműködési rendszerben tud együtt haladni 170 versenyző 200 kilométeren át. Az egy másik kérdés, hogy az utolsó kilométeren mi történik, de ez a bizonyos együttműködése szerintem fantasztikus. Ebben az értelemben én saját magunkat úgy képzelem el, mint egy ilyen kerékpáros mezőnyt, amiben mindig van olyan versenyző, vagy mindig van olyan trió, vagy mindig van olyan sor, amelyik töri a szelet a többieknek, és mindig vannak mások, akik majd aztán később állnak előre, később vállalnak valamilyen szerepet ebben az együttműködésben, ebben az előrehaladásban. Kőbánya nyilvánvalóan kerékpározás barát település. A kezdeményezés tehát nyitott kapukra talált, mondta Dékovács Róbert Antal, a város polgármestere. Kőbánya ma ismét egy csodát kap. Egy csodát kap számos csodája mellé, hiszen talán kevesen tudják, hogy Kőbányán van az legmagasabb önálló templomtorony, vagy a Szávó utcai adótorony a legmagasabb épület, a legnagyobb közpark, a Népliget a városban, és még hosszan sorolhatnám a legeket, de ma ismét gazdagodunk egy leggel, hiszen Kőbányán épült meg az a kerékpáros pálya, amely egyedülálló az országban. Sokszor elhangzott már, hogy köszönet. Valóban köszönetet kell mondanunk, hiszen ennek a pályának voltak álmodói, voltak a megvalósítás során olyan mozgatói, mozgatórugói, aki nélkül ez nem jöhetett volna létre.
Kőbányának szerencsére vannak olyan polgárai, és hadd emeljem most ki a köszönet esetén Máriuszt és Karcsit, akik ha fejükbe vesznek valamit, akkor azt végig is viszik. Pár évvel ezelőtt azon gondolkodtunk, hogy egy iskolaudvaron építsünk egy sátras tornatermet. Máriusz azt mondta a képviselőtestület ülésén, hogy nem, oda egy rendes tornatermet kell építeni. Majd nem egyet építettünk, hanem kettőt, és az a két létesítmény a kosárlabda sportnak adja a bázisát, Fellegvárát, Kőbányán. Ma pedig a kerékpársportnak adjuk át azt a bázisát, amely nem csak Kőbányának, hanem az országnak lehet majd a büszkesége. Karcsi pont ilyen. A fejébe vesz valamit, kopogtat, e-mailt ír, telefonál, és addig töri a fejét, gondolkodunk, és nem kellett Gentben nagyon behúzni a csőbe, csak egy kicsit, és nem engem kellett behúzni, hanem Kőbánya képviselőtestületét, hiszen Kőbánya képviselőtestülete egyhangon döntött úgy, hogy ezen az önkormányzati ingatlanon a Vueltával együttműködve megépülhet ez a csarnok. Kőbánya különleges hely, az elődeinknek nagyon sokat köszönhetünk, hiszen a város teli van zöld parkokkal. Valamikor itt agyagbányák működtek, ezeket föltöltötték, és egy nagy hálózatot alkotnak ezek a parkok, és ezek mind-mind a sportolás, szabadidő eltöltés kiváló szinterei. Egy másik parkunkban van egy kresszpályánk, ahol a közlekedésbiztonsági oktatás jelesül lehet művelni. Ebben a parkban pedig, amit Sportliget néven nevezünk, nem csak a velodróm, hanem uszoda, kosárlabdapályák, műfüves labdarúgópályák, futókör, pumpapálya épült, és a terveink szerint folytatni fogjuk, hiszen a gördeszkásoknak is szeretnénk még kedvezni, illetve szeretnénk a sportpályák körét is bővíteni. Sokszor elhangzott, hogy egy város életében azon túl, hogy a sportolás szintre lehet, mit is adhat egy ilyen létesítmény. Engedjék meg, hogy a család felől közelítsem kicsit, illetve a kerékpárt összekapcsoljam személyes élményeimmel. Szinte biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknál a kerékpár, nyilván akik itt vannak különösen, de mindenkinél szerintem ott van a legféltettebb emlékek között. Mikor először megtanultunk biciklizni. Nekem egy háromkerekű biciklim volt, mai napig emlékszem, hogyan bicikliztem azon, majd a nagyapám Csepel biciklijén a váz alatt, majd később 14 évesen egy szovjet túrabiciklivel, és utána szerencsére még egy-két kerékpárt megkaptam, de micsoda különleges dolog a családban az, amikor azt mondhatjuk a gyermekünkről, hogy megtanult kétkerekűzni, hogy már ráült a bicikli, és önállóan tudja azt tekerni, és hát igen, ott a szülő félelme aggája, hogyha a gyerek megtanult biciklizni, hol fogja annak a technikáját úgy elsajátítani, hol fog olyan oktatást kapni, hol kap olyan kressz ismereteket, gyakorlati oktatást, ami valóban egy biztonságos kerékpár használóvá teszi, és a közlekedés olyan részesévé, aki mások biztonságára is tud vigyázni. Ezért nagy ajándék nekünk a versenysporton túl, a szabadidősport számára, illetve a közlekedésbiztonsági oktatások számára ez a csarnok, hiszen kőbányai gyerekek százai fognak, majd ezrei fognak terveink szerint, reményeink szerint mindebből kamatoztatni. Hogy nagyon köszönjük mindenkinek, aki elhozta ezt a csarnokot nekünk. Egy picit mi is hozzátottunk tenni a kőbányai önkormányzat, és örüljünk mindennek közösen, legyen ez a kerékpársportnak, Kőbányának a büszkesége. Sok szó esett a gyerekekről. Menyhárd Sándor, a Szent László Általános Iskola igazgatója szerint a Bring Arena bejön majd nekik. A diákokkal itt leszünk. Eisenkammer Karcsit ismerve pontosan tudjuk, hogy nagyon agilis, rengetegszer szervez programokat, és rengetegszer itt voltunk, itt mondjuk nem, de sok helyen máshol. Meglepő dolgot mondok a diákokkal kapcsolatban. Egy, szeretik a sportot, gondolom ez új önök számára, vagy mégsem, nyilvánvaló. A másik, ami a 21. század gyerekére nagyon jellemző, hogy szeretik az érdekes, extrém dolgokat. Néhány hagyományos sportágot képviselő edző fájó szívvel jön be hozzánk, hogy hát kevesen mennek erre, meg erre a sportágra. Hát, hogy virágozzék száz virág, a gyerekeknek rengeteg lehetősége van, de azt gondolom, hogy eljönnek és megnézik ezt az új létesítményt, ide szívesen fognak jönni, hiszen extrémitás, izgalom van bőven. Egy építésznek mekkora feladat volt, mekkora kihívás ennek a tervezése? Elsőre azt gondolhatnánk, hogy egy ponyvás csarnokban nem sok tervezői feladat van, de pont ez adja a feladatnak az érdekességét, hogy egy olyan átlagos sörsátor szerkezetből hozzunk ki valami érdekes és látványos elemet, ami egy ilyen kiemelt közparkban is megállja a helyét.
és építészeti minőséget tudunk képviselni. Vannak erre példák esetleg, amiket lehetett használni? Nem annyira jellemző ez a fajta építészet, hiszen ez a gazdaságos készlete az építészetnek, amikor ilyen egyszerű vászszerkezet és PVC ponyvákat rakunk össze, többnyire nem merül fel az az igény, hogy ebből valami építészeti gondolatot is megvalósítsunk, inkább a funkcionalitás a lényeg, és így egyre inkább az van, hogy csak minél olcsóbb legyen, használjuk ki, amit lehet, de minél olcsóbb legyen. Tehát nehéz olyan példát mondani, amikor ezeket a szerkezeteket különleges módon használták föl. Mi az, ami jellemzi majd ezt a létesítményt, hiszen mondjuk látványra egy nagyon impozáns létesítményről van szó. Hosszú távon megállja ez a helyét? Időjárás, napsütés, eső, jég? Megállja a helyét, abszolút. 15 évig ez hozzá se kellene nyúlni, természetesen a karbantartáshoz kötelező, de valószínűleg sokkal tovább is bírni fogja. Ezek a PVC szerkezetek természetesen nem örök életűek. Nyilván árérték arányban egy jó épületről beszélünk, de folyamatos karbantartást igényelnek, tehát bizony majd 20 évente le kell cserélni ennek a ponyva fedését, de maga az alumínium vászszerkezet az jóval tovább tartós, a fapálya karbantartva tartós, tehát azt lehet mondani, hogy itt a PVC fedést, hogyha karbantartják, cserélik, akkor ez hosszú távon is egy fenntartható épület, arról nem is beszélve, hogy nincs olyan épület, aminek nincs karbantartás igénye. Ez egy ilyen rossz magyar gondolat, hogy egyszer megépítjük, és akkor az ott van. Az alapozás, illetve mindaz, ami mondjuk nem kifejezetten a csarnok részhez tartozik, az mennyire szokványos, vagy mennyire volt speciális? Csarnok szerkezetként alapoztuk, tehát egy ipari csarnoknak a padlójához nagyon hasonló ez a padlószerkezet, elég jó teherbírása is van. Különösebben nem izgalmas. Ami még érdekes lehet, az a vízelvezetés az épület körül, mert ereszek nincsenek ezeken a ponyvás csarnokokon. A víz lefolyik az oldalfalon, és ott egy épített folyókában vezetjük el a vizet, és aztán szikkasztjuk el itt a környéken. Ami egy külön izgalmas dolog volt ezen a helyszínen, hiszen nagyon közel vagyunk a régi kőbányai téglának az agyag termelő aknáihoz, vagy gödreihez, amiket később szeméttel egyébben föltöltöttek, de szerencsére ez a terület még pont nem esik bele. Tehát ez azt mondhatjuk, hogy nem veszélyeztette a megépülését az épületnek, viszont azért figyelemmel voltunk és folyamatosan vizsgáltuk, hogy ez ne sérthesse meg a területet, illetve az épület se károsodjon. Már csak egyetlen kérdés a végére, hogy egy ilyen tervezés is gondolom, hogy számítógépen kezdődik, ugye, ezt jól gondolom, és lehet modellezni például, hogy mekkora szélterhelés bír el a csarnok. Hát a tervezés az itt kezdődik. Én még régi mód építész vagyok, én papíron kezdek gondolkodni, de utána elég hamar számítógépre kerülnek az elképzelések. Ott már tudjuk finomítani a gondolatokat, de azt lehet végül is erről az egészről dióhéjban elmondani, hogy egy ilyen tervezés az körülbelül 10 szakmának, a mondjuk 50 emberre vonatkoztató egy csapatnak a munkája. Itt a szélterheléstől kezdve a gépészet, elektronosság mind szakemberek által megvizsgált kérdés. Tehát ez az épület szélterre is nyilván méretezve van, a hóterre nagyon fontos, hogy méretezve van, a hajlásszöge a tetőnek úgy lett kialakítva. Tehát ez mind-mind szempont, amit szakemberek egyenként megvizsgáltak, úgyhogy ezek műszaki kötöttségek, amik nyilván az építés számára egy plusz információ, amit beépít a gondolatvilágába. Nagyon sok felé lényeges az, hogy megújuló energia és általában az energia felhasználás szempontjából egy fenntartható koncepció érvényesüljön. Itt egyáltalán szerepet játszott ez a szempont, hiszen hát fűtés nincs az épületben. Hát ilyen értelemben a megújuló energia is egy kicsit
idézőjeles jelen esetben, hiszen egy fűtetlen csarnokról beszélünk. Itt a beépített építőanyagoknak a előállítási költsége, energiaigénye és környezeti terhelése, hulladékként való újrafelhasználhatósága, ez mind-mind szempont. Nem ez volt jelen esetben az elsődleges szempont, hanem az, hogy végre Magyarországon legyen egy olyan fedett velodrompálya, amin lehet elkezdeni építeni, újraépíteni ezt a csapatsportot, ezt a sportot, a kerékpározásnak ezt az ágát, és ne kerüljön milliárdokba, mert egy rendes fűtött épület, egy 4500-5000 négyzetméteres alapterülettel, ekkora belmagasságokkal nem 1-2 milliárd, hanem 10 milliárdokban mérhető összeg lenne. Itt viszont jóval-jóval szerényebb költségvetésből sikerült megvalósítani egy olyan igényre egy választ, ami középtávon legalábbis megoldja ennek a sportnak a szükségleteit. Az avató ünnepség egyik díszvendége volt egy legendás bajnok, Steve Ross, 63 éves ír profi kerékpáros. 1987-ben megnyerte a Tour de France-t, diadalmaskodott a Giro d'Italián, és még világbajnok is lett. Egy csendes pillanatban, amikor azt hitte, hogy nem figyelik, felpattant egy bringára, és ment egy kört a gyerekek akadálypályáján. Utána beszélgettünk arról, hogy mit jelent neki a biciklizés. I love riding my bike. It's my balance. Like when I don't ride my bike, I get frustrated and I. Ahogy mondta, imádja a kerékpárját, az egyensúlyát jelenti. Ha nem bringázok, mondta, frusztrált leszek. Tudod, sok évig hajtottam, a szenvedély mindig velem marad. Itt is mentem egy kört az akadálypályán, de vigyáztam, hogy ne lássanak, hát ha lepotyanok. Egyszerű, de valójában trükkös kis pálya. Végül sikerült azért végighajtanom. Amúgy ez igazán jó hely a fiataloknak. Kipróbálhatják magukat biztonságos körülmények között. Látnak kihívást is, és aztán mehetnek majd nagy pályára is. Remek tanulás ez nekik, mondta Steve Ross. A Bring Arena tehát már működik a Sportligetben, a Pumpa pálya szomszédságában található.